A Makói Általános Iskola Almási utcai tornatermében rendezték meg a 2014. évi nyílt városi grundbirkózó döntőt. A versenyen részt vett minden Makói Általános Iskola. Előbb egy intézményen belüli felkészülés történt, majd a legjobbakat elhozták a versenyre. A városi küzdelmet a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Makói tankerülete és a Makó Búdó Klub rendezte. Hát a grundbirkózás viszonylag egy egyszerű dolog. Mikor többen mondják ezt, hogy létesítmény problémák és gondok vannak, akár a mindennapos testnevelés keretében is, akkor azért bizonyos csodálkozás végigfut az arcomon, mert a grundbirkózás az bárhol, szóval ahol van egy két és fél vagy három méter átmérőjű kör, ott bátran lehet csinálni. Ezek a kétperces küzdelmek, hát akik itt kipróbálják, meg látják a gyerekeket, azok föl tudják mérni, hogy milyen erőfeszítést igényelnek. A gyerekek részéről itt minden izomcsoport dolgozik, nem csak a fizikai, hanem a pszichés. A megmérettetést két nap rendezték meg. Csütörtökön a 2003 és később születettek, pénteken a 99 és 2002 között születetteket várták. Tavalyi évben, mikor is elég nagy létszámú versenyző jelent meg az egy napon, azt a kritikát kaptuk teljes joggal, hogy inkább két napra kellene szétszedni. Itt most az első és második korcsoportos versenyzők vannak az első napon, míg a második napon, pénteken a harmadik és negyedik korcsoportos versenyzők lesznek. Most körülbelül olyan 120-130 versenyző van, aki itt van. Én azt gondolom, hogy a holnapi nap nyilvánvaló egy kicsit kevesebb létszámmal fog jelentkezni, és de közel 200-an fognak így is fölmenni a birkozó küzdőtérre, és mérkőzni fognak. Ez szerintem egy jó dolog mindenképpen, és azt gondolom, hogy ezzel, hogy két napra szétszedtük, bizonyos szempontból egyszerűbbé, könnyebbé tettük a lebonyolítást. Másfelől például a vidéki iskoláknak, tehát a falu és községeknek az iskoláiból viszont kevésbé jönnek be, mert két nap nem utaztatják és nem tudnak felügyeletet. A grundbirkózás nagy hagyományokra tekint vissza Makón. Eleinte a birkózó szakosztállyal együtt működött, majd megszűnt. A Makó Búdó Klub a 80-as évek közepén indította újra el városunkban. Volt olyan, hogy 250-300 versenyző is volt még a régi hagymaháznak a nagy termébe, akik birkoztak és küzdöttek. És hát, hogyha ezt így végig számoljuk, azért lassanként majdnem 30 éve az, hogy megy minden évben van Makóvárosába grundbirkózó városi döntő, néha még megyei döntőt is csináltunk, hiszen a megyében nem sok helyen rendeztek. Azt egy picit most is nehezményezem, és szerintem rossz sportpolitikának tartom, hogy az Országos Diáksportszövetség országos döntőt például nem is rendez. Ez nagyon rossz szerintem, főleg akkor, mikor a birkozásnak a feje fölött ott van az a pallos, hogy esetleg az olimpiai sportágaknak a repertoáriából kikerüljön. Ez nem jó üzenet, azt gondolom. Célszerű lenne minél több gyereket ebbe a sportágba bevezetni, mert ez a legtöbb A versenyen résztvevők sportszeletet kaptak, míg a kategóriánkénti dobogósok éremmel térhettek haza.